Többek között Balassáni Herceg Szilvia, a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium szakmai igazgatóhelyettesének több mint két évtizedes munkáját is elismerték a Tolna megyei Szakképzési Centrum pedagógus napi ünnepségén. Végigértem a ranglétrát, ugye végzettségem szerint angol nyelvtanár vagyok. Aztán pár évvel azután, hogy ide kerültem az iskolába, már megbíztak a nyelvi munkaközösség vezetésével, később az osztályfőnöki munkaközösséget vezettem, utána lettem szakmai igazgató helyettes. Az eseményen nem csak a tanárokat, hanem az oktatási irányítási tevékenységet nagymértékben segítő munkatársokat is díjazták. Mi úgy gondolkodunk, hogy egy nagy közösség vagyunk, és ahhoz, hogy jól működjön egy iskola, vagy jól működjön a Tolna megyei Szakképzési Centrum fenntartásában működő 8 iskola, ahhoz elengedhetetlenül szükségesek az oktatói kollégák, az oktatói munkát végző kollégáink, de ugyanígy azt gondolom, hogy elengedhetetlenül szükségesek azok a kollégák, akik ezt a háttérből támogatják, akár gazdasági területről, akár karbantartási területről, vagy akár egy takarítónénink, aki abban járul hozzá, hogy rend legyen, tisztaság legyen, és minden csillogjon, villogjon egy iskolában, mert hogy ez mind így együtt működik, és a siker csak így érhető el. Ezúttal 25-en kaptak díjat a rendezvényen, ahol idén először főigazgatói és kancellári elismeréseket is odaítélt a Tolna megyei Szakképzési Centrum vezetősége.